Az alábbi videóban a Mascard M200 típusú balázó monitor kezelését mutatjuk be. Bal oldalt található a főkapcsoló, jobb oldalt pedig a kezeléshez szükséges nyomógombok. A plusz-minusz navigációs gombok, a mód és set beállító gombok, a counter, azaz a számláló választó gomb és a start gomb, amellyel a kötözés indítható. A monitort a főkapcsoló onállásba történő kapcsolásával tudjuk bekapcsolni. A monitor kettő sípszó elhangzása mellett bekapcsol, és a főképernyőt láthatjuk. A főképernyő jelenleg az látható, hogy hálós kötözés van beállítva, automata üzemmódra van beállítva, és az összesített számlálót láthatjuk. A mód, illetve a set gomb rövid megnyomásával az üzemmódok között válthatunk, úgy, mint jelenleg beállított automata üzemmód, a félautomata üzemmód és a kézi üzemmód. A számláló gomb megnyomásával A és D számláló között tudunk váltani, a T az pedig az összesített számláló. A menübe a set gomb hosszan tartó nyomásával tudunk belépni. A buzzer, azaz a sípszó hangerejét itt tudjuk beállítani, akkor rá kell nyomni a set gombra, a plusz, illetve minusz gombokkal tudjuk a hangerőt beállítani. A set gomb még egyszeri megnyomásával elmentjük, majd a mód gomb megnyomásával visszalépünk a menübe. A plusz-minusz gombokkal tudunk navigálni a menüben, a következő a wrap, azaz a kötözés módja. Itt tudjuk kiválasztani a set gomb lenyomása után, hogy hálóval, madzaggal, esetleg mindkettővel szeretnénk-e kötözni. Mi a hálós kötözésen hagyjuk a beállítást, a set gombbal elmentjük, a mód gombot megnyomva visszalépünk a menübe, majd ha még egyszer röviden megnyomjuk, visszalépünk a főmenübe. A számláló nullázáshoz ki kell választani a nullázni kívánt számlálót, majd a mínusz gomb hosszantartó nyomásával az érték kinullázódik. A start gomb megnyomásával tudjuk elindítani manuálisan a kötözést, azonban ha valami miatt meg kellene szakítanunk a kötözési folyamatot, a mód vagy a set gombok megnyomásával tudjuk ezt leállítani.